A magyar és a lengyel nép közötti kapcsolatok már valamivel több mint 1000 éve, a két állam alapításának idején kezdtek kialakulni. A Dunaszerdahelyi tárlat többek között festmények, szobrok és alkalmazott grafikák segítségével örökíti meg a két nép szinte legendás barátságát. Ez volt a nagy kérdés, hogy ez hogy sikerül, és ez, én nem is gondoltam volna, hogy ennyire mindenkit, minden képzőművészt ennyire megmozgat. És ez a kiállítás tulajdonképpen az én 60-as évekbeli autostoppos, lengyeles barátaim munkáira épül, a negyede ennek a kiállításnak. A Dunaszerdahelyi anyag összeállításában Varga Amár Lászlónak is fontos szerep jutott. A festőművész nemzeti érzelműnek és lengyel barátnak tartja magát, így könnyen azonosulni tudott a tárlat tematikájával. 40 évvel ezelőtt kezdődtek a lengyelországi kapcsolataim, tehát nem tegnap volt. Itt a mögöttem álló képen ez a Tarnovi Bem szarkofág, aminek gyönyörű története van. Úgy született, hogy valamikor Göncz Árpád köztársasági elnök Tarnovat találkozott a lengyel köztársasági elnök, és engem kértek fel, hogy kiállítást rendezek ezen a helyszínen, ami a Tarnovi Városháza. És ez a barátság, tehát a lengyel-magyar barátság 1000 éve, ez kézzelfoghatóan mindenki számára érzelmileg a mai napig működik. A Nyugat-Lengyelországból származó Darius Pavlovic 1989-ben egy csehszlovákiai pionírtáborban ismerkedett meg mostani feleségével, és így került magyar környezetbe Dunaszerdahelyre. A két néppel kapcsolatos ismert mondás szerinte nem elcsépelt frázis. Polak, venger, dva bratanky, jest to taka sympatia do kraju, z którym nigdy nie musieliśmy walczyć, z którym żeśmy wiele razy w ramach tej historii sobie wzajemnie pomagali. Świadczą o tym różne fakty historyczne, wspólni królowie, wspólne królewny, mnóstwo innych historycznych zdarzeń, które za ten czas zniknęły w tej części Europy. Byliśmy krajem ze sobą sąsiadującym, który oprócz może jakichś paru pogranicznych bitek rycerzy, którzy nie miało nic wspólnego z państwem, którzy zawsze, myślę, że pomagali sobie. Jak Węgrzy Polakom, tak Polacy Węgrom, jeśli była taka okazja, była taka możliwość. A kiállítás már csak március 15-ig látogatható a Kortárs Magyar Galériában. A magyar és a lengyel nép barátsága azonban minden bizonnyal sokáig megmarad még.